keeping it real, you know what I'm saying? Hey. Üdvözlöm minden kedves nézőmet! Az előző részekben is ugyaninnen kezdtük, de ugyanitt is hagytuk abba. Viszont akkor nem volt valami túlzottan nagy célunk. Ez itt ismételten Far Cry 4, és ismételten folytatjuk tovább a eddigi tevékenységeinket. Azaz, ledaráljuk ezeket a szarháziakat. Medvebőr és ez a kis hülye csúszómászó patkány szart kéne gyűjteni. Viszont az most minket nem érdekel, illetve hát menet közben majd ami sikerül, azt fogjuk begyűjteni, hiszen nekem most az az ötletem támadt, hogy megnézni, hogy hol van még megszerezhető rádiótorony. Ami rögtön itt adódik is egy. Miért nem megyünk egyébként? Na mindegy. És arra gondoltam, hogy akkor most rádiótornyot kéne szereznünk. De most komoly észre se vett. Na mindegy, unokatesom kártyájával kipróbáltuk a játékot, és hát neki nem ment azért ennyire jól, mint nekem, de teljesen jó játszható volt neki is. 30 FPS-t ki tudta dobni, hogyha kellett. Úgyhogy teljesen korrekt volt a játék. Ugye tudni élik, a Far Cry 4 az egy olyan játék, ami igen nagy gépigénye van. Meg is értem, mert ennyi füvet, fát, dolgot azért ennyi cuccot betölteni, meg ekkora mennyiségű akkor a mennyiségű grafikát azért összehozni, az nem gyenge. Úgyhogy meg is értem a problémáját az egésznek. Úgyhogy, ja. Most motorral nyírom ki őket. Most ez ilyen random. Ja,
Így van. Szala szétszedtük őket. Azért ez a motorozós pillanat, ez egy elég hülye ötlet volt, de nem volt kedvem megállni, hogy szétnyírjam magam. Ennél még egyébként nem voltam, mert hogy ugye mondtam, hogy játszottam már én a játékkal. És ennél a toronynál még soha nem voltam, mert olyan még, hogy nem az ajtón kellett bemenni a toronyba, olyan még nem volt. Úgyhogy ez most új. Aha. Igen. Most mehetünk is fölfele. Ez ilyen nagyon ugrálósra lett tervezve ez a... Úgy látom. Itt... Aha. Igen, de hova megyek? Aha. Értem. Nem csesztem el egy medikittet se. Na jó. Cseszelítsük szét ezt a cuccot, azt menjünk. Itt már pont jártunk egyébként szerintem. Volt egy lézeres... fegyveres. No. Kéne nekem egy láda. Ennyi. Ennyi, igen, innen hol. Kolle. Illetve nem, mert itt is vannak cuccok. Lőszer, nyilvesszők, medikit, még több lőszer. Azért itt el lehet szórakázni. Bazzeg, ne mondjad már nekem, most ugrottam át ide, öcsém, szarházi. Nagyon jó. Arrafelé van egy kocsi. Meg egy vörös passzi. Van sniperem? Van hát. Még valaki? Szerintem nem lenne. Na jó, azért mondom. Ez egyébként ez egy szar. Jó, hát nem tudtam, hogy kell leszállni, mindegy. Azon gondolkodom, hogy
Ott vannak azok a házikók, meg ott van az a jármű. Meg kéne szerezni a járművet, és eltűnt a test. What the fuck? Ez ilyen, izé... Tudod, ilyen misztikus, hogy... Most nyírtam ki, és hova tűnt? Ez a retek buzi rádió egyszerűen szétrugná az egészet. Nem igaz. Már most már nagyon fölbassz egyébként. De nem is azzal lenne problémám, hogy nem lehet kikapcsolni, érted? Hát... Ki érdekel? Na ezt hogy a picsába ütöttem el, mikor kikerültem? Na mindegy, ezt visszanézem. Kit érdekel az a Karma Event, úgyse jó semmire, azon kívül, hogy olcsóbb lesz a tészta a Tesco-ban. Lehet itt lootolgatni valamit? Nem. Na, nézzük akkor. Felszabadítottuk ezt a területnek a rádió tornyát. Elég sok időig tartott, vagy ideig, tök mindegy. Itt viszont még mindig van három torony, amit meg tudunk szabadítani, úgyhogy rárepülünk. Outposttal majd csak akkor foglalkozunk, hogyha tudunk. Jó, és akkor ki is jelöljük. A következő torony ez és travellezzünk oda. No signal, nagyon örülök neki. Itt elég hosszú autókázós út lesz az egész. Ezért elindítom az autóvezetőt. Ez mi volt ez a balra kanyarodás, ember? Amúgy jobbra kanyarodtunk, de nem gond. De azért nyomjad már neki. De egyébként okos ötlet volt ezt így megcsinálni a játékban, mert hogy... Úgy is izé van, mi a szar, úgy is megcsinálták az AI-t, akkor miért tudnám én is használni? Basszus, itt még nem is jártam. Teljesen korrekt. Az anyámat dudál ilyenkor, ezt nem is értem. Fejezd már be, hagyd szálljak ki! Azt mondja... Á, itt nem tudom megnézni a fegyvereket, várjál. Collection. No. Fuck off. Ide majd vissza kell lesz jönni. Van itt minden. Na ez elvezet Geti helyettem a kocsit, én meg addig nem tudom, mondjuk szeletelek egy kis kekszet, vagy nem tudom. Lehet, hogy addig learatom a... nápolyi ültetvényt a kertbe, úgyhogy... Úgyhogy nyugszizás van. Karma Event off. Na, egyet kinyírt az AI.
Nekem kell vezetni, mert... Na és nem tölt vissza az élet? Vagy mi a kurva anyámom? Mert nekem kell ezt a szart elhozni, bazd meg. Ha már itt vagyok, akkor bekukkerolunk ide. Jó van már, leszarlak. Tök jó. Pont arra volt szükségem. Fullon van az almom, nagyon helyes. Veszünk páncért, ma az viszont jó van már. Nincsen. Jó van már. Ezt unlockáltuk. Nem mint hogyha nagyon kellett volna. És itt van a... ez. Ez a Predator. Ez 250 ezer. És ehhez kell négy ilyen lófasz autós cucc. Még abból kell kettő, úgyhogy ez nem is az volt, amire én gondoltam. Meg a Bushman sem tudom megszerezni. Szóval az ARM-hez pedig az összes outpost kell, még 18. Tehát igazándiból ehhez végig kiviszem a játékot és addigra kapom meg a fegyvert. Tehát ez így egy buziság. Ja igen, el akartam adni a cuccokat a... ami nem kell. Szóval a chip. Quick shell. Ezek elméletleg akkor kellhetnek valamihez. Na, nagyon helyes. Srácok hoztak nekem kocsit. Ne ütesd már el magad, te szerencsétlen. Azért figyelitek a játékot. Megjegyezte azt, amit én raktam ki. Jelet a térképre. Meg azt is, ami menet közben volt. Ez nem rossz. Negyvennel fogunk tötyögni, menjünk már. Na, nagyon helyes. Mostanság egyébként ez már alap dolog, hogy kidolgozzák a műszerfalon legalább a mutatókat. Pörögjél, mám. Nyomom akkor a V-betűt, hogy menjen. Na mindegy, azt akartam mondani, hogy a játékokban manapság ez most alap, hogy kidolgozzák a kilométer órát, úgyhogy... szokásuk mostanság csinálni. Hát ez a kormányzás, amit ez itt művel, ez itt ez a szörnyű.
Ezt kíváncsi vagyok, hogy csinál. Hídon. Utolsó, érjük bazdmeg. Külsővel ráelőzünk, teljesen jó. Rászoktam egyébként erre a teljesen jó szövegre. Spani barátom meg, nagyon sokat szoktam mondogatni, ezt már én is megtanultam. Kanyarodjál, bazdmeg! Vége a Travel Waypontnak, vagy mi van? A faszomba érdekelte engem. Na jó. Jaj, mire felugrik? Na, anyád. Hát itt van valahol egy tigrics. Ez most komoly? Most így komolyan gondoltad, bazd meg? Na, egy probléma pipa. Tigrisnek annyi. Na, viszont most már menjünk már fölfele, mert már 8 perce itt baszakszunk a semmin. Ez a vicces, hogy most ezt lelőttem azért, mert itt nincs semmi. Most farkasok vannak lent, teljesen jó. Egy láda mínusz. További utás. Az itt adódik.
Azt azért láttad. Leszedtem a sast, miközben egy malacot, ezt épp ezt mondtam az előző részben, hogy elkapja a malacot, azt viszi magával. Most tényleg ennyire bamba vagyok? Aha, igen, látom, most már miért vagyok bamba. A barom Arthur ezt így kitalálta. Nem baj, meg lehet ezt oldani, itt mindent meg lehet oldani. Csak ez a recsegés, ropogás, ez már egy kicsit túl hangos. Ja, hogy ahol fölmásztam, ott mellettem volt egy létra, értem. Vagy hát ilyen palló fölfelé. Baszarincsuk szét az egészet, aztán menjünk tovább, mert most már sok lesz. Sok lesz. Hiszen még mindig van két torony. És sehol nem tartunk. Ezt a tornyot szerintem még én soha nem szabadítottam föl. Vagy ugye az előző játékom során szerintem ezt nem csinált. Ez lehet, nem tudom. Előzőnél lehet, hogy jártam, de ezt nem. Hopp, mi volt? Mi volt? New Avi Abled? Nem láttam, mindegy. Ami csipa. New Avi Abled, de én is olyan értelmes vagyok bazdmeg. Na. Csuklok, meg minden bajom van. Itt nincs plakát. Erre sincs plakát. Se láda, se plakát, semmi. Erre már azért lehet, hogy kéne, hogy legyen egy plakát, nem? Nem, nincs. Ajtó. Itt van a plakát. Ez megvan. És itt van legalul a láda, jó, rendben. Mindenből fullon vagyunk ezek szerint. Itt a malacka, amit elhagyott a izé. Sas. Most már csak arra lennék kíváncsi, hogy hol a tökönben van a kocsim. Na, itt jöttem föl, de nincs itt a járművem, az úgy kellemetes. Lehet, hogy nem is itt jöttem föl. Nem, a másik oldalt, viszont ott sincs a járművem. Van ilyen jármű megvédős baromság. Ezt lehet, hogy megcsinálom. Na, azt mondjuk granát lanzert szedjem, kapjam össze magam. Mászkálja már felfele, nem igaz, hogy ennyire balfasz vagy. Na és akkor ilyenkor meg is indulok. Jármű.
Granate Launcher. Persze nincs olyan pillanat, hogy ne kezdenének el támadni, tehát... Bazd meg, még idáig lejött, csak nem arra figyeltem. Bazd meg, erre pont elfordulsz. Ne fulladjál nekem lejtőre fele. Na, az gyönyörű szép volt. Az gyönyörű szép volt. Ez ilyen hosszú túra, vagy mi a faszom? Don't believe what you hear on the radio, my friend. Opium is the true opiate of the masses. How can such a beautiful flower cause so much pain and suffering, I wonder? We used to have very strict drug laws, not that anyone ever enforced them. I guess some things never change, huh? Mi meddig megy fős? Jön kulcsodák. Ja, ez esik vissza, beszarok. Föllövöm. És valahol meg leesik. Na, én viszont köszönöm szépen a figyelmet, hiszen itt véget ért a játékom. Méghozzá azért, mert nincs több idő. Elfogyott. Köszönöm szépen a figyelmet és csősztök. Ez mi volt? Én nem nyúltam a izéhez. Jó, oké. Na, csősztök.